Hát az ötlet úgy jött, hogy maga a pingpongasztal beszerzése is egy ötletem volt, ami által szerettem volna azoknak a idelátogatóknak, akik nem éppen szeretik vagy kedvelik a futballt, vagy a kézilabdát, vagy bármilyen sportdolgot, ami itt a csarnokba folyik, és szívesen kipróbálták volna a pingpongasztalt. És hát ez az ötlet úgy látszik jó ötlet volt, mert hétről hétre többen látogatnak ide, akik igénybe veszik, és ezzel is egy picit talán az egészségükhez hozzájárulnak ezzel a mozgással. Gondoltam arra, hogy talán nem lesz olyan sikeres, mint a többi sportág lebonyolítása itt a csarnokban, de valahogy mégis egy olyan érzésem támadt, hogy talán a külső községek vagy a városokból, már el kell, hogy mondjam, nem csak bábolnaiak vettek részt ezen a játékon, jöttek Tárkányról, Kisigmándról, Tatáról, Győrből, és tényleg nagy öröm volt számunkra, hogy ennyien ide látogattak, és ezt a sportágat is kezdik megkedvelni. Hát 26 résztvevője volt, ebből sajnos csak 3 hölgy volt, a többi úriember volt, és egyéni női mérkőzések voltak, páros mérkőzések voltak, vegyes páros nőibe, férfiaknál egyéni mérkőzések. 3 asztalon bonyolódott a mérkőzés, 6-7-7 ember helyezkedett el egy-egy asztalon, mindenki mindenkivel játszott, és a 3 csoportból az első 2 helyezett jutott tovább, ők szintén játszottak egymással, és így dőlt el az első, második, harmadik helyezettnek a sorsa. Színvonalas volt a mérkőzések, az is bizonyítja, hogy az egyéni férfi mérkőzéseknél 3 egyforma eséllyel indult, illetve egyforma pontszámmal, azonos pontszámok voltak, és még kénytelenek voltunk újabb körmérkőzést tartani, hogy ki hibázik egy picivel is jobban, és hát így tudtuk. Úgyhogy a színvonal jó volt. Nagyon ügyesen mozogtak a hölgyek, vegyesen ugye a férfiak társaságában is, de el kell, hogy mondjam, a férfiak is nagyon ügyesen mozogtak. 10 évestől 66 éves korosztályig, mivel nem volt korosztály, ugye bárki jöhetett ide játszani, kipróbálni a idejét, az energiáját, és nagyon örülök annak, hogy nem csak az idősebb korosztály, hanem a fiatalabb korosztályból is jöttek, és jól érezték magukat. Kellemesen elfáradtak, színvonalas mérkőzések voltak, és szeretnénk talán jövőre is megszervezni ezt a dolgot, amatőr szinten természetes, és akkor nem csak helyieket, meg a környékbeli községet, hanem talán bővebb községeket, vagy másokat is szeretnénk ide meghívni. Az első 3 helyezettet mindegyik egyénibe, párosba, vegyes párosba, sőt, külön díjat is osztottunk. Annál is inkább, mivel a legidősebb játékos a 60x-en felül volt, a legfiatalabb viszont 10 éves volt, és ennek külön örülünk, és gratulálunk. Hát én már nagyon régen játszottam utána, még gimiskoromban versenyeztem, akkor már 20 éve is, vagy még kicsit több, úgyhogy azóta nem nagyon játszottam én, aztán most nagyon megörültem, hogy mikor láttam, hogy az Ági szervezi ezt a versenyt, és akkor gondoltam, hogy megpróbálkozom vele, és akkor múlt héten 2-szer voltam játszani, kicsit edzettem, és akkor így jöttem ide. Szintén általános iskola és szakközépiskolában versenyszerűen pingpongoztam, azóta semmi, ami 15 évet. Úgyhogy múlt héten kezdtem el én is az edzéseket, akkor találkoztam az Évával. Ennyi. Ennyit edzettünk. Remélem minél többet majd. De most már ezután majd fogunk járni, megbeszéltük, úgyhogy rendszeresen szeretnénk járni. Kriszti? Teljesen amatőr szinten. Gyerekkoromban pingpongoztam, nyáron pingpongoztam utoljára, úgyhogy most ma már csak ide bepottyantam, és gondoltam akkor, miért ne. Szerintem jól sikerült, jól éreztük magunkat. Sport. Igen, mégis az a lényeg, hogy jól éreztük magunkat. Van, egészség, mozgás.
Ilyen amatőr szinten műkedvelésből csináltam. Idáig fiatal koromban is, most meg idősebb koromban is, kis mozgás még ett. Megyei bajnokságban 25 évvel ezelőtt játszottam, hát azóta semmit, hát ugye közben megöregedtem, kíváncsian várom én is a végeredményt. Heti két alkalommal játszottunk egy-egy órát itt a csarnokban. Mi 3 éve már együtt járunk, 4-en, hetente 2-szer. Úgyhogy mozgás, úgyhogy meccset nem játszunk, csak a Lacival, de mozgás, a mozgás érve. Mi pedig úgy játszunk, hogy meccsel hangolunk. Igen. Úgyhogy tehát legyen tétje, úgy játszunk azért azokat a bizonyos egy-egy órákat a héten. Nekem úgy megy, ahogyan máskor is szokott menni, ilyen műkedvelés formába, úgyhogy. Küzdeni az utolsó leheletig. Az utolsó csak nem leszek. Most jön a neheze. Mióta pingpongozol, és miért szeretted meg a pingpongot? Nem tudom. Apukám is ezt a sportot szereti. Igen? Kivel szoktál pingpongozni, és milyen gyakran szoktál pingpongozni? Hát apukámmal szoktunk gyakorolni. Hol? Ide fel szokunk jönni. Igen? Igen. Meccseket is szoktatok játszani? Igen, szoktunk. És általában ki nyer? Apukám. Miért, ő jó pingpongozik? Igen. Hogyan játszik? Milyen játékstílusa van? Inkább támadó, vagy inkább védekező? Kinek milyen a stílusa? Hát védekező. És te? Én támadok is, védekezek is. Uh-huh. Látom, hogy éppen apu játszik a háttérben. Neki hogy megy? Ő jó, már egy meccset nyert. És te neked hogyan? Hát én megveszítettem egy meccset. De nem baj, ugye te vagy itt a legfiatalabb. Igen. Szerinted apu mit fog? Milyen sikerrel fogja venni itt az akadályokat? Nem tudom, remélem, hogy nyerni fog. És te milyen eredményre számítasz saját részedről? Hát, nem számítok valami nagyra. Az egyéni női mérkőzésekről a helyezetteknek a díjakat szeretnék átadni. Egyénibe Mátyásné Simói első helyezett lett. Második helyezett Barna Bernadett. Harmadik helyezett Robina Ferenc. Köszönöm szépen. A vegyes párosban első helyen Mátyás és Simon Éva Nagy László végzett. Második helyen Robina Ferenc és Ikos István. Harmadik helyezett Barna Bernadett, Bodorúja Albert. Köszönjük szépen. Férfi egyénében első helyezett Senkál Lajos és István. Második helyezett Vörös István Kárpán. Harmadik helyezett Nagy László Valakóna. Férfi páros. Első helyezett Senkál Lajos Bakán Kárpán. Második helyezett Nagy László Sikos István. Köszönjük szépen! Engedjék meg, hogy egy külön díjba részesítsen. Bozoli Albert, vagy részesítsük. Bozoli Albert, legidősebb játékosunkat. És hogy kapunk, igen, gratulálok a születésnapjához. Jó, majd beosztom valahogy. Köszönöm szépen. Sok sikert, visszavárjuk ide. Köszönöm szépen. A legfiatalabb játékost is külön díjba részesítjük. Tévai Perfolt.